Jó napot kívánok! Bacsik Lőrinc Natália vagyok, a Magyar Csernyei Petőfi Sándor általános iskola magyar tanára. Kedves ötödikesek, a mai órán irodalomóra lesz. Közeledik a Mikulás, ezért a Mikulással kapcsolatos szöveget fogunk olvasni. Tóth Krisztina, a Mikulás három élete. Tóth Krisztina költő, író, műfordító, üvegművész, Budapesten született 1967-ben, első kötete Őszi kabátlobogás, 1989-ben jelent meg, és 1988 óta szabadúszó, írásaiból él. Több irodalmi kitüntetésben és díjban is részesült, hobbija pedig az üvegművesség. Néhány verses kötetének a borítóját is láthatjátok, a londoni mackók, állatságok, illetve mesés könyveknek a fedőlapját is, anyát megoperálták, orfújós mese, felhőmese és zseblámpás mesék. Mielőtt rátérnénk az olvasással, nézzünk néhány szómagyarázatot. Paleontológus, őslény kutatással foglalkozó személy. Rümertov, cserépedény. Eufória, felfokozott jókedv, túlzott öröm. Múmia, bebalzsamozott holttest. Egyiptológus, egyiptomi kultúrát vizsgáló személy. Anubis, az alvilág és a holtak istene az egyiptomi mitológiában. Konvektor, fűtésre használt melegítő szerkezet. Az olvasókönyvet nyissátok ki a 166. oldalon. Amíg olvasom a szöveget, próbáljátok megfejteni a címet. Hogyan is lehet a Mikulásnak három élete? Tóth Krisztina, a Mikulás három élete. A tavalyi február szürke volt, hideg, sáros és hosszú, nagyon hosszú. Az egyik fénytelen, álmosító vasárnap délelőttjén az ókori Egyiptomról szóló könyvet nézegettük a fiammal. Elragadtatva bámulta a múmiákat, a 6 éves fiúkat ugyanis semmi nem nyűgözi le jobban, mint ami ijesztő, ronda, rohad vagy félelmetes hangokat ad. Esetleg mindezeket együtt nyújtja. Tudják ezt a játékipar ravasz tervező is. Hogyan másképp született volna a Pokémon, a szemgolyó formájú üveggolyó, vagy az oly népszerű, a konyha plafonján örökre nyomot hagyó műtakony? Ez utóbbiról jut eszembe. Nem tudom, próbálták-e valaha a műjégpályát olyan időben, amikor a levegő még csontig hatóan nedves és hideg. A pálya viszont latyakos, de állíthatom, hogy nem anyának való az ilyen. A jégpálya tehát olvadt, a parkba a sár miatt nem mehettünk, így arra gondoltam, hogy térjünk be a Szép Művészeti Múzeumba, és nézzük meg az egyiptomi kiállítást. A teremőr nénik általában nem szeretik a látogatókat, különösképpen nem a gyerekeket, akik folyamatosan hangot adnak, új lenyomatokat hagynak maguk után, és a fegyelmezett múzeumi sétasebességet átlépve cikáznak a tárlók között. Most sem volt ez másképpen. Éreztem a hátamon a haragos tekinteteket. Tapasztalt szülő ilyenkor nem elegyedik szóba az alkalmazottakkal, tovább játssza az ügyelgő külföldit. Erre a teremőrök a tárlók üvegére szoktak mutogatni, hogy nem, nem. Egy ilyenkor elhangzó kedves magyar mondat hosszú percekre elnémítja őket. Csak a csóválás jár körbe, fejről fejre a teremben, mint indiánok hegyei közt a jelzőtűz. Délután 3-ig maradtunk, átugorva az ebédet, közeledve az uzsonna időhöz. Hazamenet a gyermek elszenderedett a buszon, de amikor lekászálódtunk, azt mondta, nem álmos és nem éhes. És egyébként mégse paleontológus lesz, hanem egyiptológus. 5 órakor aztán, amikor az utolsó vízlés eltűnt otthon a tányérjáról, elhangzott a kérés. Anya, csináljunk mi is múmiát! Általában elég gyorsan reagálok, azt lehet mondani, hogy a találék, hogy anyák csoportjába tartozom. Nem vagyok az a meglepődős, meg halogatós fajta, de most gondolkodóba estem. Mármint az alapanyagot illetően. A készítés menete mindkettünk előtt ismert volt hozzávetőlegesen. A bebugyol állandó test azonban hiányzott. Adott volt ugye a macskánk, aki természetesen szóba sem jöhetett, és kínálkozott volna néhány plüss állat is, ha ez nem csak az én elvetemült anyai agyamban fogam meg, hanem mondjuk a fiam is felajánlja, hogy jó, akkor tekerjük be micimackót vagy a kólát.
de nem ajánlotta fel. Egészséges csemeteként tőlem várta a megoldást. Fel volt adva a lecke. Ha eddig Star Wars matrica, vagy ősi, egész pontosan triászkori dinoszaurus csont kellett, anya előteremtette. Csak nem okozhat gondot akkor egy vacak múmia. Futólag fölmerült bennem Lajos nevű hülye szomszédunk, és egy megrongálódott játékbaba is. De a gyermek pszichéjére való tekintettel mindkét ötletet elvetettem. Pásztáztam a szobát, néztem a könyvespolcot, a legós dobozt, a hajókat, és akkor tekintetem az ablakban tengődő maradék csoki Mikulásokra esett. Nem is rossz. Azonnal magam előtt láttam a legnagyobb Mikulást, amint bebalzsamozva, örök álmát aludva fekszik Römertovban, míg a lelke súlyom képében egyesül a nappal. Alsó és felső Egyiptom bajuszos szakállas fáraója. A gyerek még semmit sem érzékelt a bennem lepergő nagyszabású képekből, óvatosan annyit mondtam csak, hogy lemegyek, megnézem a szerszámok között, megvan-e még az öntapadós krep papírcsík, amit a szobafestők hagytak itt. Megvolt. Ekkor ismertettem csak tervemet a 6 évessel, aki azonnal a szőnyegre költöztette a bebalzsamozandó testeket, hogy Anubisz képében elvégezhesse a szertartást. A szívet, májat és egyéb nemes szerveket eltávolítottuk, majd a sótartóba és egy üres kaviáros dobozba raktuk. A Mikulás szívét ugyanis meg kellett mérni. Úgy tűnt, nem nyomják bűnök a lelkét, ami nyilván annak is köszönhető, hogy hozzánk sose hozott virgácsot. A balzsamozás szertartása alatt sajnos ki kellett zárni a szobából a szabályosan begerjedt macskát, aki valamit hallhatott műveltebb társaitól az egyiptomi macskamúmiákról, olyan felszabadultság és eufória mutatkozott ugyanis rajta, hogy teljesen letekerte, mi több, megrongálta az értékes krepcsíkot. A művelet közben bármennyire vigyáztunk is, megsérült a fóliaborítás, amelyet ezért jobbnak láttam eltávolítani, és akkor ott az örök életre való felkészítés komoly, összehangolt mozdulatait végezve, mélységes titok tárult fel ámuló szemeink előtt. Hihetetlen dolgot fogok mondani, kicsit habozom is, hogy lemerjem-e írni, amit akkor ott láttam, de kérem, higgyenek nekem. Az a Mikulás félig nyúl volt. Kimondtam, tessék, ez a színigasság. A bajusz dudorának a helyén csokoládéból nyúlpofácska domborodott, a csúcsos süvegen pedig kivehető volt a nyuszi fülek rajzolata. A Mikulás kissé túl drága és csodálkozóra méretezett, tágra és csodálkozóra méretezett szemei valójában nyuszi szemek voltak, a püspöki alak pedig egybeszabott nyúltest. Valamit akkor megértettem az örök körforgás gondolatából, és némi kajánsággal nyugtáztam, hogy még sikerült is egyet csavarni a gyártó gondolatmenetén, azzal, hogy ugyanis garantáltan nem számoltak, hogy a nyúlból lett Mikulás harmadszorra is életre kell majd, hogy harmadik, immár örök életében, krepcsomagolásban, mumifikálva kering. A díszítés aprólékos és szórakoztató művelete után pihenni tértünk, mert másnap óvodába kellett menni. A gyermek ott aztán boldogan elmesélhette, hogy vasárnap járt a Szép Művészeti Múzeumban, és hogy nekünk is van már otthon saját múmiánk, csak a mama otthon nem engedi a konvektor közelébe tartani, mert csöpög. És hogy a múmia valójában Csoki Mikulásból készült, ami tulajdonképpen nyúl. Ezt a mama szúrta ki, és még jó, hogy a festők hagytak ott papírcsíkot. Sajnos idén ősszel a díszes múmiáktól meg kellett szabadulnom, pedig én már iskolássá lett gyermekem szájából elhangozhatott volna az a gyönyörű mondat, amelyet a lejárt mikik kidobásával megelőztem. Elmesélhette volna az osztályban, hogy van otthon igazi múmiánk, csak nagyon molyosodik. December elején ismét csoki Mikulásokat pakoltam a bevásárlókocsiba, és megálltam a polcokra korán kirakott karácsonyi díszek előtt is. A mézes kalácsok és habcsókok között óriási mennyiségű, előre csomagolt, kerek csokoládédíszt találtam. Nem is kerek díszek voltak, inkább olyan tojásformák. Igen, ahogy kivettem őket a dobozból, határozottan látszott, hogy ezek bizony hegyes végükkel lefelé néző, aranyszálon függő tojások, amelyeket ezúttal a karácsonyfára szántak. Hát csoda, ha az ember folyton gyanakszik. Eddig tartott a szöveg, és akkor
nézzük a műneme. A szöveg műneme epika, ugye egy történetet mond el. A műfaja novella, tálca novella. A novelláról tanultátok, tudjátok, hogy kevés szereplője van, általában egy helyszín, rövid időtartam alatt történik, és mindig valami fordulat, valami csattanó van benne. A tálca novella pedig átmeneti műfaj a publicisztika, újságíró és a szépirodalom között. Egyszerű, aktuális témát dolgoz föl, cselekményesen, fordulatosan. És a tájleírás helyett inkább a lélekfestést alkalmazza. Azaz arra kíváncsi, hogy az emberi belsőben milyen folyamatok mennek végbe. A szöveg témája múmia készítés Csoki Mikulásból, ami tulajdonképpen Nyuszi Csoki volt. Az olvasókönyv 168. oldalán található az 5. feladat. Próbáljuk egyedül közösen megoldani. Mitől könnyed a szöveg hangvétele? Húzd alá a publicisztikai stílus jellemzőit. Először felolvasom, és akkor utána próbáljátok megoldani, hogy melyek a helyes válaszok. Közérthető nyelv, hatásos új szavak, szaknyelv, meggyőző erő, figyelemfelkeltő cím, bonyolult mondatszerkesztés, régies kifejezések, közismert nyelvi fordulatok, szólások. Közérthető nyelv, igen, jellemző a publicisztikára. Hatásos új szavak, persze. Szaknyelv, nem. Meggyőző erő, nem. És a figyelemfelkeltő cím, igen. Ugye itt is milyen frappás a cím, a Mikulás három élete. Bonyolult mondatszerkesztés nem jellemző, régies kifejezések nem, közismert nyelvi fordulatok, szólások igen. Télapóról, Szent Miklósról, Mikulásról olvashat 169. oldalon. Valójában a három figura keveredik, egybeolvad a germán, skandináv, magyar néphagyományban, kultúrában. Interkulturalitásnak nevezzük a kultúrák közöttiséget, azaz a kultúrák egymáshoz való közeledését, kölcsönzését, együttélését. Ugye a télapóról mindenkinek az jut eszébe, hogy karácsonyra, december 24-én hozza az ajándékokat, segítői a manók és a rénszarvasok, és a legtöbb országban a kandalló mellé kihelyezett zoknikba teszi a finomságokat, a gyerekek pedig tejjel és kekszel várják. Szent Miklósról azt kell tudni, hogy Ázsiában, Kis-Ázsiában született, egy gazdag család gyermekeként. Később, amikor áttért a katolikus hitre, akkor megvált a vagyontól, szétosztotta a szegények között, Mira városának püspökévé választották, és több legenda is fűződik nevéhez. Engedjétek meg, hogy én csak egyet említsek. A városban élt egy szegény ember, három leánygyermek édesapja, sajnos nem tudta férhez adni a lányait, mert nem volt pénze hozományra. Ezért Miklós püspök éjjel az ablakon bedobott három erszényt, aranyjal megrakott erszényeket, és így segítette a családot, hogy férhez tudja adni az édesapa a három lányt. Mikulás pedig egy idősödő, pirosposgás arcú, nagyszakálló, kitalált személy, ugye, aki december 6-án jön el, és a kitisztított, megtisztított cipőkbe, csizmákba hozza a finomságokat. Régebben almát, magyarót, diót hozott, a rossz gyerekek pedig virgácsot, pálcát is kaphattak. Nézzünk még néhány feladatot. Az olvasókönyv 170. oldalán az első feladat. A szövegbeli Csoki Mikulás három különböző életet él. Melyik ez a három? Tehát amikor olvastam, ugye kiderült az, hogy a Mikulásnak három élete volt. Először Csoki Nyuszi volt, később, ugye mivel nem sikerült eladniuk, Csoki Mikulás burkolatot kapott, és a végén múmia készült belőle. Második kérdés, mi változik még át valami mássá a Mikulás figurához hasonlóan? A karácsonyfa dísz, méghozzá a kerek, azaz kicsit tojásded alakú, tojás formájú dísz, ugye, ami valójában húsvétkor tojás, karácsonykor pedig akár egy karácsonyfa dísz is lehet. Találtam ilyet én is, és most elhoztam nektek bemutatni, hogy
tényleg lehetséges. Hát csoda, ha az ember folyton gyanakszik? Ez a novella utolsó záró mondata, karikázban megfelelő válasz. Mit gondoltok? Mire vonatkozik? Az emberek hálátlanok, megbízhatatlanok? Vagy a boltokban lejárt szavatosságú árut tartanak? A kisfiúknak soha semmi nem elég jó, mindig új dolgokat akarnak, a dolgok tömnyire nem úgy alakulnak, hogy elképzeljük, a boltosok sokszor becsapják a vevőt, egy olyan világban élünk, amelyben mindent újra hasznosítanak, semmi sem az, aminek látszik, vagy mindig minden változik. A helyes válasz a G, tehát semmi sem az, aminek látszik. Mit tudunk meg a szöveg alapján az ókori egyiptomi vallásról? Karikázd be a helyes válasz betűjelét. A piramisokat azért építették, hogy oda temetkezzenek. A sólyom az egyik egyiptomi isten Hórusz jelképe. Halottaikat gondosan felkészítették az örök életre. Sok istenük közül Anubis tisztelték legjobban. Ugye a C a helyes. Miért kellett megmérni a Mikulás szívét? Karikázd be a helyes válasz betűjelét. Megtudják, hozott-e virgácsot, megtudják, mennyit nyom egy szív, a teremőrök is így mutatták be a múzeumban, vagy az egyiptomiak szertartását követték, az utolsó a D a helyes válasz. Házi feladatot is szeretnék adni. Ötletelj, mit mumifikálhattak volna még a csoki nyuszi helyet? Tehát gondolkodjatok el, hogy ti mit használtatok volna múmiának. És három linket is feltüntettem. Az elsőn karácsony és Mikulással kapcsolatos az ünnepek kapcsolatos feladatokat oldhattok meg. A másodikon Miklós püspökről oldhattok meg feladatot, a végén pedig egy karácsonyi játékot is megoldhattok. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kívánom, hogy így Mikulás közelettével mindenki legyen jó, és akkor a csizmákban a megérdemelt jutalom sem marad el. Köszönöm szépen a figyelmet!